Jó napot kívánok, Hudák Edit vagyok, a Csókai Jován Popovics Általános Iskola 4. B osztályának a tanítónénie. A mai magyar órát én fogom nektek megtartani. A mai órán szükségünk lesz olvasókönyvre, olvasási munkalapokra és a toltartóra. Ebből rájöttetek biztosan, hogy szövegfeldolgozásról van szó, de még mielőtt elárulnánk, hogy melyik szöveg következik az olvasókönyvről, egy kérdést szeretnék feltenni. Tudnak-e beszélni az állatok? Megértjük-e mi emberek az állatok beszédét? Ugye a kutya ugat. Biztosan van otthon kutya, nagyon soknál, és vakkant, nyűszít, ugat. Cicája is biztosan van. Sok gyereknek a macska nyávog. A kakas kukorékol, és a birka béget. Tehát különböző hangokat adnak ki, erről föl lehet ismerni az állatokat. A házi állatoknál azért ismerjük mi a különböző hangokat, mozdulatokat, de nem tudunk velük beszélgetni, nem tudunk velük kiülni az udvarra, és meghallgatni a panaszaikat például. Akkor most szeretném, ha az olvasókönyv 27. oldalát kinyitnátok, az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Ahogy mentem, mendegéltem, elmentem Pellegre. Ott láttam jászolhoz kötözve a sok mesét. Abból választottam ezt, a legszebbiket. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrzötte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember! Jó tett helyébe, jót várj! Mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te jóságodat. Kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elcsúszott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt. Azon lementek a föld alá, a kígyó királyához. Kérdezte a kígyó királya, mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiamat megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyó királya megadta, de egy feltétellel. Senkinek se merje elmondani, mert akkor azonnal meghal. Azzal visszajött az ember a földre. Ahogy hazafelé mendegélt, meglátott egy odvas fát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak. Hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvas fában, milyen boldogok lennének. A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza, később eljött szekérrel a pénzért, és hazavitte. Nagy gazda lett belőle, elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza, a szobában, a kemencenyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kismacskának, mivel hogy ő a kisebb, s könnyen befér a kamrába, lopjon neki szalonnát.
Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kismacskának. Faggatta a felesége, hogy hogyan érti az állatok beszédét. Ha te azt tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor meghalok. Mindegy, csak mondjad meg, kérte a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. Egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt válaszolta. Könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt itt te. A juhász ezt mind megértette. Megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Elárulta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja már meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt felelte, nem szabad, mert mindjárt meghal, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, azután mégis odaígértek négyet. De az öreg bodri kutya rájuk mordult. Gyalázatosak, hogy meritek odadni a gazdánk juhait? A gazda ezt mind megértette, a kutyákat szétkergette, csupán bodrinak adott egy nagy karé kenyeret. Az asszony ismét megkérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász váltig bizonygatta, hogy ő meghal, ha elárulja. Az asszony erre azt mondta, hogy nem bánja, ha meghal az ura, akkor is tudni akarja. Erre a juhász koporsót csináltatott és belefeküdt. Utoljára adott még bodrinak egy nagy darab kenyeret. De bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt. Sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor odament egy hegyke kakas, és a kenyérdarabot nagy kényesen csipegetni kezdte. Azt mondja neki bodri. Ó, te átkozott gonosz állat! Hogy esik jól a kenyér most, mikor haldoklik a drága jó gazdánk? De a kakas így felelt. Te is olyan bolond vagy, akár a gazdád, aki nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok parancsolni mindegyiknek. Erre a juhász felugrott, úgy összeszitta a feleségét, hogy az többet nem kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét. Meghallgattuk a mesét, és akkor jön a szómagyarázat. A juhász, juhokat őrző, gondozó pásztor, tehát úgy is szoktuk mondani, hogy pásztor, úgy is, hogy juhász. Juhászbojtár, a juhász fiatalabb segítője, fiatal fiúk, akik a juhász mellett dolgoztak, és így kitanulták a mesterséget. Számadó az a pásztor, aki felelős a nyájért. Megszámlálva kapja, és így adja vissza gazdájának az állatokat. Ugye a mi mesénkben a számadó lányát vette el feleségül a juhász. Odvas, üreges fa, amelyen odú van. Ezen ültek a szarkák, itt találta meg a pénzt később a juhász. Csődör, a lóhímje,
ugye, amin a juhász ment a vásárba, a kanca pedig a ló nősténye. Azon ült a juhász felesége. Hegyke, hegyke volt a kakas, ugye fölényes, lenéző. Karéj, egy karéj kenyeret adott a juhász a bodrinak. Az annyit jelent, hogy egy szelet kenyeret kapott a bodri kutya. Találós kérdések is vannak az olvasókönyvben. Itt az első. Jól lakottan megy a legelőre, és éhesen jön vissza. Mi az? Hát gondolkodjunk egy kicsit. Biztosan mindannyian rájöttetek már, hogy ez a pásztor tarisznyája. Mivel, mikor indul a legelőre, telerakja elemózsiával, a legelőn mindet elfogyassza, és üresen jön vissza a tarisznya, tehát éhesen. Hogy hívják a farkast a pásztorok? Nem hívják, hanem kergetik. Tehát nem hívják a pásztorok, mert akkor megtizedelheti a nyájat a farkas. Miért mese ez a szöveg? A mesében a juhászt csodás, mesebeli tulajdonsággal ruházza fel a kígyók királya. Soroljuk fel a mesében előforduló formulákat. Ahogy mentem, mendegéltem. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer. És jó tett helyébe jót várj, ugye ezt mondta a kígyó a juhásznak, mert amikor kérte, hogy mentse meg. Most elővesszük az olvasási munkalapokat. A 32. oldalon vannak a feladatok. Kinyitottam a munkalapot. Az első és a második kérdést már megbeszéltük, hogy miért mese ez a szöveg, és a formulákat a mesében. Most következik a harmadik feladat. Állítsd időrendbe az eseményeket. A sorszámokat írd a négyzetbe. Szarkák az odvas fán. Bodri nem adja a juhokat. Találkozás a kígyóval. Macskák a kemencenyakon. A kakas felelete. És utazás a vásárba. Most idézzük fel a mesét, melyik volt az első, ami történt. Találkozás a kígyóval. Persze, hogy a juhász találkozott a kígyóval, utána a kígyó királyával. Mi történik ezután? Szarkák az odvas fán. Mikor már a kígyó királyától ugye megkapta azt a fantasztikus tulajdonságot, hogy megérti az állatok nyelvét, akkor meghallgatta, hogy mit beszélnek a szarkák. Utána otthon, macskák a kemencenyakon, ugye itt is megtudta, hogy szalonnát szeretnének lopni a kamrából. A következő utazás a vásárba, amikor a juhász ült a csődörön, a felesége pedig a kancalovon. Bodri nem adja a juhokat. Tehát a kutyák megegyeztek a farkasokkal, ugye, hogy üzletet kötöttek mondjuk így, hogy négy birkát elvihetnek, de viszont a legidősebb, a leghűségesebb kutya, Bodri, nem állt erre rá. És az utolsó, a kakas felelete, amikor is, ugye fölvilágosította a kakas a juhászunkat, hogy nem jól, nem tud bánni a feleségével. A mesében több állat is szerepel. Ez a következő feladat. Közd össze az állatokat a megfelelő tulajdonsággal. Szelíd, mérges, tolvaj, hízelgő, ordas, hűséges, hegyke. És nézzük meg, milyen állatok vannak. Szarka, kutya, kakas, bárány, farkas, macska és a kígyó. Akkor nézzük, szelíd. Szelíd bárány, ugye szoktuk is mondani, hogy szelíd, mint a bárány. Mérges kígyó.
tolvajszarka. Ugye tudjuk, hogy a szarkák szeretik a csillogó, csillivilli tárgyakat, és ha alkalmuk van rá, akkor el is csenik. Hízelgő macska. Bizony-bizony szeretnek hízelegni, dorombolni a macskák. Ordas farkas. Hűséges kutya, mint a bodri a mi mesénkben. És hegyke kakas, ugye kényes kakas. A juhász a mese végén megérti, miként őrizheti meg a titkát. Húzd alá a megfelelő szólást. Helyén volt az esze. Nem esett a feje lágyára. Felnyitották a szemét. Na, beszéljük meg, hogy melyik lehet a megfelelő, melyiket húzzuk alá. Helyén volt az esze, mikor mondjuk, hogyha valaki jól tud gondolkozni, okos volt, jól döntött, nem esett a feje lágyára, amikor nem hagyja becsapni magát, mondjuk, felnyitották a szemét, amikor is rávezették a megoldásra. Hát itt aláhúztam, hogy felnyitották a szemét. A juhász felesége mindenáron meg akarta tudni a férje titkát. Szerinted illik-e mások titkát kifürkészni? Mit gondoltok? Hát nem illik. Azért titok a titok, mert csak néhányan tudják. Nem kell föltétlenül mindenki titkát megtudnunk. Ha megbíznak bennünk, el fogják mondani, ha pedig nem, akkor valószínűleg nem is ránk tartozik. Most egy kicsit elrugaszkodva ettől a mesétől, és a hétköznapokra gondolva, ugye időnként előfordul, hogy mások segítségére szorulunk, mindannyian, és biztosan voltatok már ti is ilyen helyzetben, és emlékezzetek, hogy milyen jó érzéssel tölt el, amikor valaki megpróbál rajtunk segíteni. Nem biztos, hogy sikerül, de a szándék megvan benne, és ez nagyon dicséretes. Ez nem kell feltétlenül, hogy nagy dolog legyen. Képzeljük csak el, milyen jó érzés, ha a pattársad oda nyújtja a törlőt, ha éppen te nem találod. És törölni kell, és javítani kell, és nem fogsz lemaradni, mert kisegített. Nagyon fontos, hogy a segítséget mindig megköszönjük. Tehát akármilyen apróságról is van szó, mindig meg kell köszönni. Te is segíthetsz másokon, például a megunt, de még jó állapotban lévő játékaidat, kinőtt ruháidat, tanszereidet, amelyeket már nem használsz, beadhatod az erre a célra kijelölt központokba. Rászoruló családoknak fogják kiosztani, és jó érzés lesz, hogy valaki megörült annak, amit te adtál. Következik a házi feladat. Az olvasási munkalapokban, a 33-as oldalon a 6-os és a 8-as feladat, rövid feladatok. Ezt jegyezzétek be. A mai órán az Állatok nyelvén tudó juhász című magyar népmesét dolgoztuk fel. Ha valaki még nem ismerné, de szeretné meghallgatni a népdalt, a juhásznak jól van dolga, de én gondolom mindannyian ismeritek, de meg lehet hallgatni. És én ezzel megköszönöm a figyelmeteket. Küldöm a mosolygós arcocskát, viszontlátásra találkozunk a következő órán.